Legalább 4-5 éven keresztül jártam le Balmazújvárosra, hogy ezt az anyagot összeszedjem. Ezek az emberek éltek, dolgoztak, küszködtek, és számomra mindegyik arc egy élettörténet, és mégiscsak ez a vidéki Magyarország. A vidéki Magyarország azzal a küszködéssel, azzal az élettörömmel, azzal a... Hát majdnem azt mondhatnám, hogy ezek kiegyensúlyozott, pedig ha olvassa valaki Veres Pétert, akár a Gyöpsort, borzasztó szegénységbe élték le az életüket, és most is valahogy tovább vitték azt a szokást, hogy annak idején a nagy vendéglő sarkára kellett kiállniuk, hogy napszámba fölfogadják őket. És ez egy furcsa beidegződés, tudnék az öregek látja itt is ezen a csoportképen, vagy a többi ott, ami van. Változatlanul télen, nyáron kimennek oda a nagy vendéglő sarkára, és összeverődik, és ez egy nagyon furcsa dolog, hogy a legalföldibb, alföldi táj, tulajdonképpen egy ilyen mediterrán szokásformát kialakított azzal, hogy mint a Fórum, olyan a Kossuth tér. Pont az íróportréim, sikeres kiállításom az a Helikon galériában volt, ma sincs. Egy nagyon ambiciózus fiatal népművelő, aki a Balmazújvárosi Művelődési Háznak volt az egyik vezetője, megkeresett, hogy szeretnék az íróportrékat kiállítani Balmazújvároson. És levittük az anyagot, rendeztük, nagyon szép kiállítási helységeik voltak, és akkor megláttam ezeket az embereket a padon ülve, ácsorogva, beszélgetve, anekdotázgatva, és oda mentem közéjük, hát inkább csak megközelítettem őket, és ez a tiszta, egyenes, mint a lelkük is ilyen volt. A Veres Péterről azért el kell mondanom, mert már senki nem tudja, hogy ő ki volt. Tényleg így is mondta róla, négy elemit végzett. És olyan autodidakta módon művelte magát, hogy azt mondta az Ilyés, hogy tulajdonképpen egy zseniális lángész volt. Aki ismerte őt, vagy nem ismerték, de visszaemlékezésben, ő rendkívül sokat akart adni, mondani, állandóan a közösségért, és akkor egész idő alatt hallgatott, és akkor én úgy, hát mondtam, hogy front, meg rosszul aludt, és akkor arra emlékszem, hogy annyira, hogy például a fegyelemről is szó volt, úgy megemlítette, hogy baj lesz, ha nem tudjuk magunkat fegyelmezni, mármint a nép, mindig közösségbe gondolkodott. És akkor éppen azért fogadott az, mert a televíziótól is jöttek ki. És még, hát úgy, én ismertem őt, én nem azt mondtam, hogy nem tudom, milyen szoros barátság, mert nem volt, de ismertem, többször voltam. És akkor megjöttek a televíziósok, és abban a pillanatban beszédes lett, mert tudta a felelősségét, hogy amit kérdeznek, neki válaszolnia kell. A koalíciós időkről volt szó éppen. És amikor elmentek a televízió, mosolygott, beszélt, és amikor elmentek a televíziósok, oda ült az egyik fotelbe, magába süppedve, és akkor én sem maradtam olyan sokáig, mert gondoltam, hogy ez már több, mint rossz nap, itt nem tudom, mi van. Hát már a infarktus már ott ólálkodott a kertek alatt, talán 10 nap múlva be is vitték a kórházba, és március végén, április eleje meg is halt. Ennek a képnek a története. A kapcsolatba kell kerülni azért az emberekkel, mert hát ez nem úgy van, hogy vagy egy mosolyjal, vagy egy pár mondattal, de odafigyelni.